50 év után ismét együtt volt az egyes számú iskola 1968-ban végzett osztálya. A délután során feleleverítették a közös emlékeket, nosztalgiáztak. Végtelen érdekes, mert nem mindenki ismeri meg a másikat. Aztán jön a felfedezés, meg a puszi. 37-en voltunk annak idején. Sajnos 7-en már meghaltak. Egy nagyon beteg, és 21-en fogunk lenni, ha csak valaki olyan kellemes meglepetést nem okoz, hogy mégis eljön, hogy másképp alakultak a családi dolgai, és el tud jönni. Osztályfőnökünk még él, Túróci Tanár néni, sajnos egészségi állapota nem engedi meg, hogy eljöjjön, de azért egy virágcsokorral köszöntöttük, valaki meglátogatta, és Tolnai Miklósné Rózsika Tanár néni lesz velünk. Mit jelent újra találkozni 50 év után? Hát nagyon nagy öröm. Mondjuk én itt lakok szembe az iskolával, és itt dolgozok, itt élek. Nagyon sok ismerős betér egy-egy nap hozzánk, de vannak, akik vidéken élnek, és akkor hát nagy öröm újra találkozni. Mondjuk a hangjuk ugyanaz, de egy kicsit megváltoztunk, de szeretettel várunk mindenkit. Egy öleléssel nagyon sokat számít ez nekünk. Örülünk, hogy meg tudtuk tartani ezt az 50 éves találkozót. Milyen emlékeik vannak az iskoláról? Melyik volt az osztálytermük? Kalandos volt, hogy mikor, hová jártunk, mert délutánosok is voltunk. Emlékszel? Elsőben délutánosok voltunk. Akkor ide jártunk, aztán még a Gönczi iskolába is voltunk, ami később varrodaként működött, aztán jártunk a Tornyos iskolába, és hát amikor felső tagozatosok lettünk, akkor kerültünk ide-vissza, és ez volt az osztálytermünk. Amikor 40 éves találkozónk volt, akkor még a régi hosszú padok voltak, akkor nagy élménnyel ültünk le a helyünkre, most már találgattuk, hogy hová üljünk, mert most már új, modernebb padok vannak. Önnek mi a legszebb, legemlékezetesebb emléke, élménye, ami ez alatt a 8 év alatt történt, amikor ebbe az osztályközösségben járhatott? Sok kellemes emlékünk van, szerettünk ide járni. Én szerintem nagyon jó volt az osztályközösségünk. Nagyon jónak tartom most így utólag, hogy volt gyakorlati óránk. Igaz, hogy nem csak a vasalótalp készítés, az nem volt annyira jó, de főzni tanultunk, varni tanultunk, hímezni, kötni, horgolni, szoknyát vartunk, jó dolog volt. De egyszer akkor mérges voltam a nevemre, mikor a köténybe bele kellett hímezni tömör hímzéssel mindenkinek a kezdőbetűjét, és az egyik barátnőm, Antal Erzsike, ő már készen volt az A-E betűvel, én meg a Zsézsével még mindig kanyarogtam. Én szerettem sportolni, abba voltak sikerélményeim. Kis szorgalmas, kis szerény kislány voltam, úgyhogy alkalmazkodtam a többi gyerekekhez. Szerettünk mindenkit, mint most is. Úgyhogy igen, tiszteltük a tanárainkat, az iskolát, maga az iskolát is. Most itt, amikor megérkeztek, kiderült egy kis titok is, mi a felújítás alatt találtak egy kis apróságot a párkány alatt. Mi is ez a történet? Igen, Török Laci most mesélte el, hogy itt volt, amikor az iskola felújítása volt, és az ablakpárkány cserélte, és akkor fedezte fel, hogy egy párunknak a neve bele van vésve az ablakpárkányba, de nem tudom, hogy került bele. Már nem emlékezem, mi véstük bele, vagy más valaki, nem tudom. El akarta tenni, hogy majd elhozza, de sajnos eltűnt, azt mondja, úgyhogy ez már nem
nem derül ki, hogy hogy történt. Járdán Tibor is a 68-ban végzett osztályba járt, sok emléke van a 8 évről. Ahhoz egy könyv nem lenne elég, ha minden hülyeségeinket, amit annak idején elkövettünk, leírnánk. Hát így visszaemlékezve megható. Voltak jó élményeink, rosszak. Hát jó élmények közé tartozik, többek között az, hogy Túró Cíné tanárnő volt az osztályfőnökünk, Icuka néni. Mindig azért cseszegetett, szószoros értelmében, hogy nem értem meg ezt a Járdán Tibit, oroszból színötös, a magyar nyelvét meg nem tudja, csak hármasra vagy négyesre. Erre büszke voltam. Nem azért, hogy tanultam vagy magoltam az oroszt, tanulás nélkül úgy megmaradt bennem. Az egykori tanárok közül Tolnai Miklósné volt jelen a találkozón. Először alsó tagozatba tanítottam, és egy év után felkerültem felső tagozatba tanítani. Akkor tanítottam őket is technikából, meg orosz helyettesítettem magyart akkor. 3,5 évig voltam a felső tagozatban, abban az időben voltak ők, ugye felső tagozatosok, és 68-ban végeztek. Hát emlékeim így, hogy megláttam őket most, előjönnek, és inkább nem is annyira a csintevéseik, hanem inkább az, hogy milyen apró termetűek voltak, vagy milyen, azok jönnek elő inkább róluk. Rengeteg táborban voltam, és amikor ők ugye felső tagozatosok voltak, akkor táboroztunk minden nyáron, és inkább táborokból vannak ilyen apró csintevések, amikre emlékszem, vagy apró események, azok maradtak meg jobban bennem.